Tavaly Sopronban a 6. helyen végeztek az országos döntőben a nyíregyházi kadettkosarasok. Abból a csapatból jó néhányan tagjai annak az együttesnek, amelyik augusztus elején Bockó Ádám irányításával kezdte a felkészülést. Az elmúlt 9 hónapban 2 selejtezőkört plusz a keresztjátékot letudva 30 meccsen léptek pályára Sitku Mártonék, akik a Pécsi Kosárlabda Akadémia ellen tették meg az utolsó lépést a finálé felé. Idegenben 14 pontos vereséget szenvedtek a nyíregyháziak, akik hazai környezetben 17 pontos győzelmet arattak, így ott lehetnek Debrecenben. Az edző szerint egyik ellenféltől sem kell tartaniuk a döntőben. A rotációnk egy kicsit kisebb, mint a előrébb tartó csapatok rotációja, de én úgy gondolom, hogy a kezdőjátékosaink és hát van egy-két fiatal feltörekvő tehetség, akivel kiegészülve úgy gondolom, hogy erős csapat vagyunk is. A nyíregyházi csapat kulcsemberei közül Sitku Márton és Vaskó György tagja az U16-os válogatott keretnek. Utóbbi játékos is bizakodva várja a debreceni meccseket. Úgy gondolom, hogy mindenki megverhet mindenkit, és nem egy halálcsoportba kerültünk. Szerintem egy továbbjutás is benne van. Nagyon jó szerkezetű csapatunk van, és nagyon jó, nagyon motiváltak vagyunk. A nyíregyháziak először csütörtökön 13 órakor a hazaiak csapata ellen lépnek pályára az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban. Péntek délelőtt a Szeged, délután pedig a budapesti Honvédvár Bockó Ádám együttesére, amelynek célja a legjobb 4 közé kerülés.